Vasárnap hazai pályán szerepel a Kecskeméti TE az NB1-ben, a csapat a Puskás Akadémiát fogadja a széktói stadionban 13 órakor. A Gera Zoltán vezette KTE-nek ez lesz az első mérkőzése. A kecskeméti csapat 9 fordulót követően 1 győzelemmel, 2 döntetlennel és 6 vereséggel, vagyis 5 megszerzett pontjával a tabella utolsó helyén áll. A Puskás Akadémia ezzel szemben 18 ponttal a második helyen tanyázik az OTP Bank Liga legutolsó fordulója után. Az új vezetőedző a mérkőzéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a csapatban nincs hozzáállásbeli probléma, a cél, hogy helyre billentsék a játékosok önbizalmát, ezért pedig mihamarabb szeretnének pontot, illetve pontokat szerezni.